Hölgyeim és Uraim, kedves barátok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Justus Bál beszélgetések című sorozat, ez a 10. alkalom, és ez a Bálintház és a Mérei Ferenc szakkollégiumnak egy közös rendezvénye, ami ilyen társadalmi és művészeti problémáknak a kereszteződését szokta általában vizsgálni. És jelen alkalommal egy picit még speciálisabb talán a téma annyiban, amennyiben még egy frissen megjelent, viszonylag frissen megjelent könyvről fogunk beszélni. Ez György Péternek az Ismeretlen nyelv, a hatalom színrevitele című könyve. Itt üdvözlöm a szerzőt mellettük, és szeretném bemutatni a beszélgető társaimat, Bányai Viktória történészt és Birkás Anna történészt. Most, mivel tulajdonképpen a könyv tényleg frissen jelent meg, és egy-egy beszélgetés vagy egy bírálatot leszámítva nagyon mély recepcióról még nem beszélhetünk, ezért tulajdonképpen a beszélgetés valahogy úgy képzeltem el, vagy úgy beszéltünk egy picit össze, hogy megnézzük, hogy tulajdonképpen hát egyrészt meg kell egy kicsit összefoglalni, mármint hogy ilyen inkább csak slágvortokban, hogy miről is szól a könyv. Tehát, hogy alapvetően ugye négy esettanulmány szerepel belőle, az 1945 és nagyjából, bár az utolsó fejezetnek a kontextusai azért tágabbak, illetve mondjuk a második fejezetnek a kontextusa is jóval tágabb, hiszen a dualizmusok időszakától indul el, de mondjuk, hogyha szigorúbban húznak meg a kontextus, akkor nagyjából 1951 és 52-53 közé datálható ez a négy esettanulmány. És nagyon érdekes a kötet felépítése, és természetesen van egy hosszú, viszonylag hosszú elméleti jellegű bevezető, és van egy epilógus, ami megpróbálja nagyjából kivezetni ezt a problémát, amelyek a középpontjában természetesen, mint ahogy a címben is láthatjuk, a nyelv áll, a nyelvnek a problémája, az nyelvnek az ismeretlensége. És nekem rögtön az ugrott be, amikor elkezdtem ezt olvasni, és aztán direkt most megnéztem az Erdély könyvedben 3 évvel ezelőtt el is sütötte tulajdonképpen ezt a módszertani fogást, ami ugye a Deleuze és a Guattari-nak a kisebbségi irodalomról szól, illetve a kisebbségi irodalomnak a meghatározás, ami nem csak etnikai kisebbségekről szól, hanem általában a nyelvhasználatnak a kisebbségi sajátosságai különböző szempontok szerint foglalja össze. Ezzel most nem fárasztanék senkit, de talán az egyik ilyen legfontosabb ilyen eleme ennek ez a nehezen lefordítható deterritorializáció, amit most sikerült hirtelen egyből elsőre elmondanom, ez még nem nagyon sikerült, aminek az a lényege, hogy kicsit ilyen idegenül hangzik ez valójában, de tulajdonképpen a kiszakításról, vagy amit ugye magyarul dekontextualizációnak szoktunk nevezni, ami szintén legalább ugyanannyira bonyolult, de az már kicsit jobban hozzászoktunk, mint a deterritorializációhoz, másodszorra nem sikerült. És szóval tulajdonképpen ezt lehet, szerintem ezt vizsgálja meg nagyon sok szegmensből, vizsgálják meg ezek az esettanulmányok, amennyiben ugye itt benne van a szövegnek ennek a Kafka könyvének az egyik fejezetéről beszélünk, és hogy ugye van is benne egy ilyen kitétel, hogy hogyan válik valaki ugye a saját anyanyelvének a nomádjává, cigányává, és tulajdonképpen ez itt alapvetően a kérdés. És hogy tulajdonképpen nekem ez ötlött a fejembe, de most megnéztem, hogy ebben a szövegben viszont kifejezetten nem használtad ezt, ez egyáltalán nem problematikus, csak nekem ez nagyon jó. Szóval ez egy nagyon hasznos fogalom, amit nagyon jól lehet alkalmazni. És ha megnézzük majd egy a beszélgetés vége felé, szerintem erre el lehetne egy kicsit kagyarodni, főleg a Lux Lászlónak ezek a textuális paródiái, ami az 50-es éveknek a politikai nyelvéből készült paródiák, hogy ezt hogyan használják, például ugyanígy egyébként Erdély kontextusban, ha már az Erdély könyved is szóba került, hogy ott ezt az egész ilyen kisebbségi irodalom paradigmát nagyon intenzíven használják például a sztálinizmus irodalmának a megértésében is. Na, de mielőtt ebbe belemennénk, szóval ez inkább csak egy ilyen bemelegítő volt, érdemes lenne egy picit körüljárni azt, hogy ugye mi a kötetnek a műfaja, vagy hogyan lehetne ezt a kötetet értelmezni. Tudni, hogy azoknak, akik még nem voltak kezében a kötet, annyit érdemes hozzátenni, hogy ezek az esettanulmányok, ezek nem zárt, hogy mondjam, szaktanulmányok, hanem persze vannak benne bőségesen jegyzetek, akár szakirodalmi hivatkozások, akár ilyen tájékoztató jellegű jegyzetek. Ugyanakkor, és ez a kötetnek az egyik legfontosabb sajátossága, hogy nagyon sok dokumentumot tartalmaz, és ezek a dokumentumok ezek nem egyneműek, tehát nem csak arról van szó, hogy mondjuk jegyzőkönyveket, vagy jegyzőkönyvi bejegyzéseket elemez, hanem a jegyzőkönyvi bejegyzéseket például ügynökjelentésekkel, vagy pedig különböző hivatalos levelezésekkel ütközteti, vagy mint ennek nevezetes utolsó fejezetnél mondom, ezek tulajdonképpen ilyen kéziratban maradt
irodalmi tárcáknak lehetne leginkább nevezni, vagy mint az első tanulmány, a felvezető, vagy a, tehát az a bevezető tanulmány, az első ilyen empirikus tanulmány, az pedig két szerelmesnek a levelezését tartalmaz, és azt próbálja megvizsgálni, hogy a korszaknak a nyelvezete az hogyan szűrődik bele ebbe a szerelmes nyelvezetbe, vagyis hogy van az életvilág és a rendszer között, vagy miféle átmenetek vannak. De mielőtt tovább folytatnám ezt a hosszú monológot, szóval azt szeretném először megkérdezni, hogy mi lenne ennek a kötetnek szerinted a műfaja, hogyan lenne ezt értelmezni? Ez az első kérdésed, nem tudom, ki szeretnék ezt. Hát a szerző, szerintem először próbáljuk felvezetni, és aztán a szerző reflektál, aztán utána még egy kicsit kegyetkezünk vele. Hát a magam részéről azt tudom elsősorban előhozni, ahogy én fogtam készül ezt a könyvet. Én azt hiszem, hogy ez egy tulajdonképpen egy ilyen interdisziplináris vállalkozásként értettem. Egy történeti narratívára tett kísérletként, amit azért tekintek interdisziplinárisnak, mert nem kifejezetten helyezi el magát az általam jobban ismert mai történetírói beszédmódok között, úgymond inkább a mainstream beszédmódok között, és ehhez képest olvastam én ezt valamilyen fajta a legjobb értelembe vett kísérletképpen egy alternatív interpretációképpen valamilyen fajta történeti tapasztalat közvetítésére. Tehát ez kétségtelenül az én tulajdonképpen szakmai hátteremből adódott, hogy így olvastam, de természetesen az érdekelt ebben a dologban, hogy hogyan lehet tulajdonképpen másképp elmondani ezt a történetet, mint ahogy ma kézhez kapjuk erre az adott időszakról, meg a könyvben érintett problémákról szóló, úgymond tudományos munkákat. Én ezt bátran sorolnám egy annotált szövegkiadásnak, még hogyha az arányok nem is feltétlenül egy hagyományos szövegkiadás és annak kommentálja és bevezetése és jegyzetanyaga arányai, hanem már sokkal többen vagy az átlagosnál talán több, amit ő tesz hozzá, mind a bevezetésekben, mind a magyarázatokban. De én végig azt éreztem, hogy a figyelmünket a szövegekre akar irányítani. Tehát nem ő akarja túl szerepelni a szövegeket, még milyen okosat tudok erről mondani, hanem a szövegekre akarja a mi figyelmünket is irányítani, és hát teszi hozzá mellé azt, amit talán magunktól nem tudunk, vagy nyilván magunktól nem tudunk. Tehát az egy nagyon-nagyon izgalmas szerkesztési elv a könyv leghosszabb fejezete, ami a 1950-es országos zsidó gyűlésnek, tehát ahol a neológiának és az ortodoxiának a kényszerű egyesítése végbe ment, annak a jegyzőkönyvének a közlésénél, hogy ahogyan feltűnnek a szereplők, úgy alá dolgoz olyan háttérinformációkat, de mégis csak szövegkiadás szintjén, alapvetően ezek a állambiztonsági levéltárból származó források, amik hát én legalábbis így értelmeztem ezt a koncepciót, hogy ahogyan feltűnik az a szereplő, mintha a hallgatóság fejében ezek az információk tűnhetnének fel arról a szereplőről, ez még egyébként egy kérdésem lesz, hogy ez olyan mennyire elképzelhető, hogy ezek mind tényleg benne voltak a hallgatóság fejében, vagy azoknak mekkora részének, vidéki, rabbik, fővárosiak, stb. De szóval, hogy a szöveg, itt is a szövegek dolgoznak, a szövegek beszélnek magukért. Ez nagyon megtisztelő, de azért ez annak a bizonyos két szövegnek, tehát a 35-ben szintén volt egy ilyen remek országos gyűlés, amikor és annak is a teljes szövege megvan a neológ levétában, ugyanolyan kiadatlan, mint ez a szöveg.
És eredetileg azt képzeltem, hogy az egészet úgy, ahogy van. Amely kiderül, hogy neked olvassák el. De a kiadó ugyan most már lemondott, de most már nem a Morsányi az igazgató, de amikor én ezt neki mondtam, és belenéztem a hosszú évszeretek óta a szemébe, és láttam a szomorú kétségbeesést, ami méretetlen önfegyelemmel azt mondta, persze. És hát akkor kérdeztük, hogy mégis hány oldal lenne ez, és mondtam, hogy 300, tehát nem, igazán nem nagy probléma. És akkor mondta, jó, mondta, érdekes. Tehát ezt ki kellett venni. Ami nem azt jelenti, hogy ha egyszer valaki tényleg egy igazi szövegkiadást akar ebből csinálni, akkor nem kell mind a kettőt kiadni. Szerintem ebből a szempontból távol van itt a dologtól, mert hogy... De hát ez tényleg egy zsidó belügy, ezt meg kell mondani. Ez meg én még nem annak szántam. Azt hittem a zsidó belügyön, hogy annak ténylegesen a magyar zsidó hit községek, közösségek, tehát a magunkat zsidóként átélő közösségeknek a történetéhez tartozik, hogy egy csomó olyan ember, akinek egyébként nem, ám már nem vagyok egy ilyen nagy ember mániásában az ügyben, tehát egy ilyen appantonizáció mániában. De hogy tényleg egy csomó olyan ember beszél ott, akiknek, ez egy nagyon érdekes dolog, akiknek a jelentős részéről a Sík utca 12-ben van két ilyen, a könyvben benne van, tagú, és az ott jelenlévő 80%-áról a hitközség semmit nem tud. Ami részben szükségszerű, részben én azt gondolom, hogy nem. De ez messze meghaladta az én vágyaimat is, meg a kompetenciámat is, és így valóban azt vettem ki belőle, amiről azt gondoltam, hogy a lévén ez egy részben a nagy zsidókról szól, amit egy nem zsidó szempontból írok én, azt gondolom, hogy semmilyen zsidó szempontja nincs előkönyvben. És hogy egyszerűen ez valóban tagadhatom, egy színházi eseményé alakítottam át, azért is adtam neki ezt az alcímet, hogy ez a színrevitel, és hát abban meg egyszerűen az van, hogy hát az egyszik, ha nem szórakoztatni kell a közönséget, amennyiben ez fontos, nem tudom, mennyire szórakoztatni, de tegyük fel. Tehát, hogy mégiscsak olyan embereknek a szövegét kellett elővetem, hogy valamilyen módon reprezentálják azt a másik 80%-ot, ami nincsen benne, és hát mégiscsak, tehát nem csak vicc, tehát mégiscsak mondjuk egy léptékarányos kicsinítés. Oké, de ha a kompozíciónál tartunk, akkor még itt muszáj visszakérdeznem, hogy akkor honnan jön a többi szöveg, és hogy tulajdonképpen ezt a négy ilyen esetet vagy esettanulmányt egymás mellé rendelt, hogy akkor ez hogyan alakult ki, szóval mi lett a kompozíciónak a szervező, ez engem az érdekel. Azt gondoltam, hogy nem nincs egy olyan nagy elméleti megfontás, azt mondtam, hogy a könyv eleje minden olvasható lenne. Erre gondoltam. És ez nem egy, belátom, nem egy magas rendű megfontolás, de talán nem bestelen. És ez a szerelmi történet, ez mondjuk egy bizonyos szempontból unikálisnak mondható. Nem tudom, hogy nagyon, nekem kommunisták voltak a szüleim, én nagyon sok olyan embert ismertem, aki bármikor azt mondta a feleségének, hogy éljen a párt, amikor hazament, szóval nem kicsit túlzok, de mondjuk ismertem embereket, akik beszélem a saját szüleim voltak, akik a gyerekkoromban nagyon nehezen lehetett őket rávenni, hogy a Stalin képet levegyék a falról például, és ültem ücsődötten, ahogy Isz, a apám barátja, azt mondja, majd még meglátjuk, mondta. Tehát ő nem... Ezt hányban mondta? Hát figyelj, hát 62-63-ban. Tehát olyan bizonyos szempontból, hát jó, nem mindegy, szóval igen. És hogy ez egy olyan szerelmi levelezés, ami hát két... Ezt én kaptam a szüleim révén, azután már elmúlt baráti házaspár, hagyományozta ezt rám, hogy vidámban mondjam. De hogy azt gondoltam, hogy ez mégiscsak rövid, meg olvasható is. És ez nem tudom, hogy nagyon szórakozható el a közepe, a Sánta Kálmán történet valahol azt gondolom, hogy az nyilván óhatatlanul sokkal lévén sokszor ki lehet adni, tehát ott
tömörnek ezen. Jó, kérdem, hogy honnan jött a Sántokán, mert azért arról van feldolgozási, ugye ez itt a még kevésbé ismert. Ja, Ideborvos. De még természetesen. Nekem azért kellett a Sántokán, mert azt akartam megmutatni, hogy nem csak a zsidókkal, de nem csak, egyébként elég is, az evangélikusokkal, a reformátusokkal, meg a katolikusokkal bántak így, hanem a legkülönbözőbb szakmai testületeket, tehát adó alkalommal a tudományember, akik egyébként ugyanilyen nehezen reagáltak erre. Tehát nagyon sok átjárás van ebben az értelemben, egy vallási közösség és egy tudományos közösség viselkedési normájában, és tagadhatatlanul van benne egy pár ilyen mintalás az utolsó fejezetben a Mérei klán. És a végén pedig azt gondolom, hogy ezt tekintetben nyilván megint csalódni fogok, de hát ez már lényegtelen, hogy a Lux Lászlóval én úgy élem át, hogy én felfedeztem egy nagy magyar indulót. Talán így fedeztük fel, hogy így korrektebb. Ezt láthatóan a közönség nem látnám, hogy az elmúlt napokban kisebb rajok szállták meg a könyvesboltokat, hogy egy új magyar író fantasztikus szövegeit olvashatják. Tehát még az idő változhatott már értelemben. Itt is egy kompromisszumra kellett a bizonyságot tennem, mert a kiadó részben jelenlévő kiváló munkatársai mégis egy idő után eredetileg az összes Lux szöveg volt benne, hát ugye finoman tudtam adták, hogy ez talán szintén nem léptékarányos, de hogy az ő, tehát tulajdonképpen tehát egy privát nyelv, egy színház és egy perszifrás, ezt gondoltam, akkor a zenei szerkezet. Tehát a négy tanulmánynak mindegyikéről fogunk még részletesebben beszélni, azért nem akarok most itt belemenni vagy ismertetni ezeket a történeteket, majd erről még nyilván lesz szó, hanem még egy pillanat elég azért még eltűnődnék én ezen a címen, pontosabban lehet, inkább az alcímen, mert az ismeretlen nyelv, tehát az, amiről itt az elején próbáltam itt egy picit a kisebbségről kapcsán beszélni, ezt úgy többé-kevésbé értjük, tehát hogy történik egy szemantikai forradalom, vagy ennek egy elég bonyolult és összetett, ami van egy szemantikai része, és erről mondjuk viszonylag sokan írtak már, nem csak magyar, mondjuk magyarul kevesebben, de mondjuk az a nemzetközi szakirodalomban ez egy elég jól tárgyalt és egy elég közismert történet, ennek nagyon sokféle aspektusát megvizsgálták az önéletrajzoktól tényleg a regényekig, de hogy ami szerintem még nagyon izgalmas ebben az egészben, és egy picit utaltál is rá, de ezt most mindenkihez fordulok elő, hogy ez a hatalom színrevitele, hogy ezt mennyiben, mert szerintem ez egy nagyon fontos kiigazítás a hatalom nyelvéhez képest, hogy ez alatt mit értetted ebből. Aztán majd a szerzőjük beszélni. Hát szabad megint mondani a szót. Én kicsit ott vagyok, nem végül is az első olvasatom kapcsán is így bekapcsoltam ebbe a beszélgetésbe, hogy szóval, hogy vannak olyan történeti jelenségek, így gyakorlatilag, hát, hogyha tekintetjük ezt a közelmúltnak, még mindig, ha akarjuk, amiknek tulajdonképpen a közvetítéséhez, vagy a mai megértéshez valamilyen fajta dramatizálás tűnik a legkézenfekvőbb módszernek, pont éppen amiatt, mert valamilyen fura, megfoghatatlan távolságban van ez. Nem abból adódó távolságban, konkrét időbeli, úgymond mérhető, objektív időbeli távolságba került, hanem valami olyan ismeretlen logikai, vagy hát inkább ugye kulturálisnak nevezhető rendszer tartozik ahhoz a világhoz, és ez egy nem térbeli utazás, hanem időbeli utazás, ami valahogy úgy megjelható, hogyha valahogy ennek a drámaisága van minél plasztikusabban ábrázolva. És én azt gondolom, hogy itt ugye egy ponton a könyv talán ugye meg is említi valamelyik szöveg kapcsán, hogy nem színjátszás, hanem színrevitel. Itt van egy ilyen distinkció, hogy miről is lenne itt szó. Tehát a hatalom színreviteléről, ami abból fakad, egy abból adódó sajátosság, hogy tulajdonképpen a kommunisták milliója, illetve a szocialista rendszer sajátossága volt az ideológiának, egy ideológiai szféra, egy elég tárban értelmezhető ideológiai szféra folyamatos jelenléte, a,
a hétköznapi tapasztalatokba való átszivárgása, reflektáltsága, integráltsága. És ilyen formán én így értettem a címben szereplő hatalom szót, hogy tulajdonképpen valahogy nem marad a hétköznapok semmilyen mozzanata, sem intakt a hatalomtól és az ideológiától, hanem tulajdonképpen egy folyamatos szerepjátszás, a szó dramatizált, tehát drámai értelmében zajlik. És ezt lehet felnyitni egy történeti interpretáció során, így válik megközelíthetővé. Én azt gondolom, hogy talán egyetlen szemponttal tudnám ezt kiegészíteni, amivel amúgy egyetértek, hogy annak a drámaisága is benne van ezekben a szövegekben, tehát a színre vitel, valahol a szereplők, tehát ezeknek a helyzeteknek, a kényszerű szereplőinek az élve boncolása is, már hogy az önmaguk általi, tehát az a fajta belevonódás, amit a hatalom elvár tőlük, amire a hatalom kényszerít őket, tehát nem egyszerűen egy engedelmességet, vagy egy alárendelődést, hanem ilyen módon a bőrészességet is, és ez tényleg drámai elé ezeken a szövegeken keresztül, és azt hiszem, hogy tényleg valami olyasmit tudnak ezek így megvilágítani, amit amúgy nagyon nehéz elmagyarázni, mondjuk mai egyetemistáknak is már azt tapasztalom tanítás során, nem, hogy még a náluk fiatalabbnak, hogy egyszerűen teljes értetlenséggel vannak abban, hogy miért működtek. Szóval, hogy emberek hogyan, miért, és ebben ez valahogy átjön. Én nekem az jutott eszembe még, hogy egy saját példával illusztrálva, hogy tulajdonképpen azért a dokumentumoknak a vizsgálata az nem csak annyi, hogy az ember befárad a levéltárba, és akkor szépen megkapott egy dossziét, és akkor szépen azt áttanulmányozza, hanem hogy főleg szerintem az ember a saját ilyen pályafutásának az elején, hogy szembe találkozik egy csomó olyan ilyen aprióival, most akkor mit kezdjek azzal a dokumentummal? Tehát egész egyszer odaraknak az ember elő egy dokumentum köteget, és akkor egy ilyen aha élménye lesz, hogy így értem, ami oda van írva, de nem nagyon értem, hogy ezeknek az állításoknak, vagy céloknak, vagy kitűz, vagy szankcióknak, vagy következmények, hogy tulajdonképpen mi a súlya, mi a célja. Az ember, amikor megnézzük például, hogy alá van-e írva mondjuk egy ilyen dokumentum, az egyáltalán nem lényegtelen, hogy egy aláírt dokumentumról beszélünk, hogy nem egy aláírt dokumentumról, vagy hogy van egy ilyen hihetetlen idegenség, amivel összetalálkozik, és azért örültem tulajdonképpen ennek a még én sem tudom pontosan, hogy mi a műfaj a könyvnek, de majd talán a beszélgetés végére megfejtjük, mert hogy lehet találkozni szerintem azzal a tapasztalattal, hogy 89 után, hogyha mondjuk hozzájárulnak, és főleg itt az 50-es évek szerintem ilyen szempontból nagyon problematikus, akár irodalomról beszélünk, akár művészetről beszélünk, akár képzőművészetről, de mondjuk itt most csak a szöveges dolgokra találkozunk egy az irodalomra, hogy azt szeretnek antológiákat szerkeszteni, és az antológiákat akkor ellátják egy ilyen kis előszóval, vagy egy kis bevezető tanulmánnyal, amely szerintem elég sok sületlenséget szokott tartalmazni, és nem akarok kiemelni, mert mindegy, már most politikus lett abból az illetőből, aki egy jó pár évvel ezelőtt csinált egy ilyen szerintem minősítető rossz antológiát, amely például az a közhelyeknek a visszamondásában, tehát az, hogy ezek milyen bugyuták, mondjuk mit tudom én, hogy egy agitatív költészetről van szó, ezek milyen ostobák ezek a szövegek, vagy mondjuk mit tudom én, még egy olyan volumenű írónál is, mint Déri Tibor, hogy van megírva a felelet, és a többi, és a többi. És valahogy azt nem érzem soha ezekben, ez a döbbenet hiányzik szerintem ezből a megközelítésből, ami azt mondja, hogy ezek nem evidens, sem fogom érteni mondjuk 2016-ból, vagy 2005-ből, most teljesen mindegy, szóval 89 utáni perspektíva, hogy mi van oda rakva elé, hanem ezek a legegyszerűbb, legkézenfekvőbb, legmagától értetődőbb közhelyeket húzzák rá ezekre a szövegekre, ami engem roppant módon felbosszant. És azt is tudom, hogy a Pétert is felbosszantja, de ez most egy másik kérdés, és ezért örültem ennek a... Mert valóban lehet, hogy a Viktor is mondta, egy annotált szövegkiadásnak tekinteni, nem tudom pontosan mi a műfő, nekem az ugrott be a 70-es és a 80-es években volt egy elég híres francia sorozat, a francia Gallimard kiadó adta ki, amiben elég jelentős szerzők adtak ki szövegeket, aminek az volt a cím, hogy archív, vagyis hogy archívum,
És ebben a, de például egyébként a magyarul is jelent meg azt hiszem kettő ebből a sorozatból, ez a Michel Foucault-nak ez az Én Pierre Rivière, az például abban a sorozatban jelent meg, az eredeti francia kiadásban, illetve az Erkülin Bárben is ebben a sorozatban jelent meg, amely nagyjából ugyanezeket a kérdéseket tette fel, hogy itt a szövegek előtt egészen egyszerűen hirtelen megállunk, és el kell rajta gondolkozni, hogy mit kell értenünk az alatt, amit ott valóban el tudunk olvasni, hiszen az anyanyelvükön íródik, de hogy nem egyáltalán nem kézenfekvő, hogy nem evidens az, hogy hogyan kellene ezekhez hozzányúlnunk, és nekem ezért egy nagyon érdekes kísérlet, most már valószínűleg a közönség is lehet, hogy a könyvek szerkezete a veszőbarikám, de hogy nagyon érdekes a struktúrája, a felépítése ennek a könyvnek, hogy valóban hosszú-hosszú oldalakon keresztül egyes jegyzőkönyvekből, tudom én, ügynökjelentésekből, vagy szövegek, irodalmi szövegekből olvas, vagy levelezésekből olvasunk részleteket, amit aztán utána a szerző kommentel. Úgyhogy tulajdonképpen a... most még tényleg csak egy rövid kérdés, aztán most már tovább lépünk, mert nem akarom, hogy az én fixa idáimról beszéljünk csak, de hogy akkor te minek határozod meg a könyvet? Azt is mondtad egyszer, bocsánat, hogy azt is mondtad, hogy szerinted ez egy regény. Ezt tagadhatatlanul így gondolom, de és ebben is lehet, ezt nem tudom mondani fókuszra. Csak még egy az a dolgokhoz, hogy az tényleg egy nagyon... Szóval, amikor a nyomda ezeket a eltérő tipográfiájú, helyesírású, eltérő állagú, géppel írott, más, lemásolt, másolatokat újra, ott látod a Alexa, azért mondom, mert hogyha ő nincs, akkor például ezekre a problémát, hogy hogyan kell ennyire eltérő, iróniamentesen mondom, de mondom, komoly köszönetet adhat neki, mert hogy az például megint egy nagyon elemi kérdés, hogy és egyáltalán nem pont az én tanulságunk a centrumában, hogy hogyan kell ilyen típusú, nagyon eltérő szövegeket valamilyen módon egyensúlyi állapotba hozni, azaz kiadni. De ennek van egy másik része, hogy ezeknek van egy materiális testük. Tehát, hogy például ebben a könyvben nem nagyon szívesen mondok ilyen neveket, de hát mindjárt benne van egy ilyen Salgó nevű főrabbi, aki hát édes Istenem, mert írt egy olyan 200 jelentést, végül is nem olyan nagyon sok, de talán kevésnek sem nevezni. És egy idő után nem értettem, hogy állandóan kihagytam a Salgót ebből a dologból. És úgy éreztem magam, hogy bizonyos szempontból talán emlékeznek rá, mint a Kosztolányiban van a kleptomániás fordító, tudják, aki lop, és így, tehát nem 50 aranyat voltnak el, 26-szor, hogy és hogy állandóan azt éreztem, hogy én csalok a Salgó javára. És egyáltalán nem értettem, mert köszönöm, szóval elég mediszomságot. És akkor egyszer rájöttem, hogy egy gyönyörű kézírás van. Elmondhatatlan, tehát egy darab helyesírásban nincsen benne, egy iszonyatosan, tehát egy kézírás, az, én nem mondjuk egy grafológus, egy megnyerő ember állt előttem. Láthatóan nem volt kétségbe se attól, hogy ő ezeket írja, lendületesen írta. Őszintén, az a jelentés, amit is beleraktam, ahol leírja oda a sejberéket, mit csinálnak. Azt nem tudom, tehát mit tudom, az ember naplózni. És hát viszont zavarba jöttem, és hogy végig ez az egész, hogy a legkülönbözőbb államszövegeket, említem, hogy a testünkkel, azok, mondjam, hogy azokkal nagyon nehéz elbánni, hogy a nyomdat csinálja, hogy homogén közeget, és ez már önmagában véve is egy, de hát azt még mégsem lehet, hogy az egészet egy ilyen eredeti, meg nem is nagyon lehet ilyet, mert rosszabb van, meg olvashatatlan, meg nem tudom micsoda. És ez nagyon hosszú ideje velem van, bennem van, hogy a szövegek, tehát ahol az ember találkozik ilyenekkel, hogy az a hely az valamilyen módon átmenthető egy szövegbe. Pár éve egyszer mindegy valami művészetőnk jókán fogva, kellett járni, hogy mindegy dokumentaszöveg miatt, egy Brejten, ahol nőjük Kasszár melletti kisvárosnak egy volt kolostorában, ahol egy egyszerű kis koncentrációs tábor volt, és ott kellett napokon át, vagy olvashattam inkább így, és az például az annyira, a Liliánt őrizték ott ezt. És az annyira megviselt az az egész, minden nap a lemővel kihullamosozott Kasszárből, és ültél reggeltőt az
az igazgató az egyébként a megbízókedem is elment, és ott ültél egyet, és felkezdtem csavarogni ebben a egyébként van egy gyakorló katolikus templom oldalán, és egyszerűen, és akkor kérdeztem majd, hogy melyik volt a Lilian szobája, és azt mondja, hogy ja igen, jó, az apa, az jó, az igen, azt mondja, hogy én is szokom sírni. És akkor teljesen kiakadtam, mert akkor már van 10 éve, vagy nem. Tehát azt akarom mondani, hogy ez a, tehát hogy a szín, hogy a hely, tehát hogy az volt ennek nagyon fontos, hogy hogy ezek a szövegek részben itt hangzottak el, és hogy nem hallod őket, másrészt pedig meg, hogy szóval te mondasz, hogy nem, tehát persze nyilvánvalóan lehet, hogy túlértékelem azt, de azért azokon a pontokon, ahol az van, hogy mit tudtak egymásról, azért azok precízen össze vannak rakva. Azt tényleg tudták egymásról, mert ne felejtsd el, hogy a zsidó tanácsban együtt voltak. Tehát annyi az egész, hogy ülnek emberek, mint itt mi, és csak azt képzeljük el, hogy mind tudjuk egymásról, mind tudják róla, hogy milyen besorokat vagyok, miközben itt ezt mind mondom vidámon. És hogy ez egy nagyon, nem voltam is. Ugye ez, szóval nem költöttem ez az időt, nem egy coming out raffinált formájának voltak, hogy mielőtt van, de hogy ezek ott ültek, és mind tudták egymásról. És azokon a fényképeken, amin ülnek, az a mérhetetlen depresszió, hogy és azért is ott mondtam, hogy ez a Bernoulli rabbinak a izéje, akinek ott. És azt gondolom, hogy ennyi a színrevitel. Egyébként az eredeti alcíme az volt, hogy az a belső meggyőződés látszata, tehát ez be kellett látnom, ami pedig az, amit te mondasz, hogy addig, tehát a nácik azok azt gondolták, hogy addig vernek valakit, ameddig meg nem hal, de őszintén szóval azért nem tudtak valakit addig verni, hogy mondja azt, hogy zsidó, mert zsidó van. A kommunisták nem, meg a Stauffenberg, ott igen, ott verték. De itt nem ezt akarták, itt azt akarták, hogy tényleg hívjuk. És én ennél nem nagyon ismerek meg a különbséget a két rendszer között. Ez lehet, hogy formálisan két diktatúra, de a belső meggyőződés kikényszerítésének a programja, ami szerintem a Sztálin forradalmának az alapvető antropológiai, hát ami köszönöm, ez az antropológiai. Azt szerintem arra ez egy nagyon jó példa, magyarul is specializálisan eljött például a Sámpa. Ugye ellenáll neki. Jó, akkor szerintem megyünk tovább, és nézzük meg ezt az első tanulmányt, ami egy szerelmes párnak a levelezése. És tulajdonképpen az lenne a kérdésem, most esetleg az Annához fordulok, hogy ezt, amikor elolvastad, akkor szóval, hogy történészként olvasol, de akkor, hogy antropológusként, akkor mik azok a elementáris problémák, amik feltűnnek, politika, ideológia, magánélet, közélet, pártiskola és a többinek a kapcsán. Hát azt hiszem, hogy az gondolkodtatott el, hogy talán feltűnt, hogy nagyon sok mindenről nem beszélnek ezekben a magánlevelekben, amiről azt feltételezném, hogy beszélhetnének, amit tulajdonképpen aznak tudtak be, hogy tehát egyrészt fiatalokról van szó, maximálisan le vannak kötve a saját tehát én formálásuk kihívásával ebben a helyzetben, és valahogy nagyon limitált tulajdonképpen az érdeklődésük arra, ami éppen aktuálisan velük történik, azokra az intézményekre és gyakorlatokra fókuszálnak, amikben élnek, és tulajdonképpen a szerelem, az szerintem az én olvasatomban ez egy apropó arra, hogy ők a köztük lévő viszony, hogy reflektáljanak, hogy valahogy megosszák. Nyilván egyébként azokat a... Tehát egyrészt átmennek egy ilyen kollektivista átnevelésen, hogy egy kollektivista gondolkodásmód, meg transformációján az énjüknek. Másrészt pedig olyan ambivalens ez, hogy a szerelem mégiscsak egy privát ügy, amiben ugyanakkor valahogy és sokszor ki is fejezik, hogy akár zavarja őket, hogyha az ő intim beszélgetésüket mondjuk mások hallják, vagy hogy szeretnék ezt az individuális érzetét megőrizni a szerelemnek. Tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy ők maguk is akár elgondolkodtattak ennek az ambivalenciáján ebben a kontextusban, ahol annyira
ki akartak tulajdonképpen az egójukból vetközni. Tehát ilyen dolgok kavarogtak a fejemben, és az, hogy ugye olyan témák nem jelennek meg, mint a család, a közelmúlt emlékei, tehát összes veszteség vagy trauma, ezekre tulajdonképpen töredéknyi reflexió sincsen. Tehát ez mind azt jelenti, azt húzza le számomra, hogy milyen elkötelezettek azoknak a pillanatoknak, amiket éppen átélnek. Bocsánat, csak egyetlen dologra hoztam ezt a szemületet, tehát tehát az, hogy nem reflektálnak, nem beszélnek, nem valószínűleg nem csak írásban, szóban se arról, amit nem is olyan régen éltek át, ez abszolút jellemző nem csak azokra, akik a kommunista elköteleződés irányába mentek el. Számomra egészen megdöbbentő emlékiratokban olvasni azt, hogy olyan ilyesmikorú fiatalok, cionisták akár, szóval tehát, hogy mondom, ez kommunista, tehát a háború utáni identitás választástól teljesen független, akik a vészkorszak után kerülnek össze, akkor ismerik meg egymást, nem beszélnek, egyáltalán nem beszélnek egymással arról, miközben mind a ketten tudják, nem lehet nem tudni, egy másikkal is valami hasonló történhetett, egyáltalán nem beszélnek erről. Pszichológusok ennek nevet is adtak ennek a jelenségre, de szóval tehát, hogy ez nem az elköteleződés része, csak erre hoztam ezt a szemület akart, amire Péter rögtön felfigyelt. Többivel teljesen egyetértek, hogy amiket mondtál. Talán van még egy vagy több érdekes dolog is. Az egyik az, hogy egyrészt, hogy a magyar történészek vagy társadalom történészek nagyon keveset foglalkoznak az érzelmek történetével. Ez egy nagyon nehéz. Általában az intimitás vagy a magánélet történet, ez egy nagyon nehezen föltárható, nagyon nehezen detektálható, nagyon nehezen értelmezhető kérdés, de hogy mégiscsak szükséges. És talán nekem most egy dolog jutott eszembe, most meg is néztem direkt, ez a Pető Andrának az első könyvében, a Nőhistóriák című kötetben van egy tanulmány, egy rövid kis tanulmány, ami az illegális mozgalomban foglalkozik tulajdonképpen két párnak a párhuzamos történetével, és ebből talán a, tehát ezt monogramokkal van ellátva, de hogy K.I., aki később párfő titkár lett, mondjuk ebből nem kell nagy történeti tudás, az egy kérdő, hogy Kádár Jánosról van szó, és a DP-ből pedig ezt is ki lehet találni, hogyha valaki esetleg nem tudnak, ki googlizza, nulla másodperc, hogy Döme Piroska volt a másik személy. Tehát a kettejüknek a tulajdonképpen teljesen ilyen érzelmi alapú, nagyon egymást tiszteletben tartott, de nagyon érdekes módon ugye a Kádárban egy ilyen lehetőség volt, amikor az intimitás megadta volna, hogy valóban beteljesedjen ez a szerelem, és akkor Kádár János azt választotta, hogy ő most akkor elmegy, mert ugye egy illegális találkozó lesz, és tulajdonképpen neki a párt ugye az fontosabb, mint a mag. Tehát, hogy itt a politikának, az ideológiának és a magánéletnek az összeütközéséről van szó, ez szerintem az egyik nagyon fontos dolog, és a másik, amikor a levelezés történetben és amit a Péter közzétett ebben a kötetben, szerintem az egy nagyon fontos dolog, ez a kollektivitásnak, a kollektív individuumnak a jelenléte, vagyis hogy a szerelem, ami alapvetően mégiscsak tehát a modernitásban is individuális valami, hogy egy ember vagy két embernek a szerelme, de hogy ezt nem kapcsolódik össze. De hogy itt a szerelmek többféle szintje megjelenik, és hogy mennyire fontos ebben az egész ilyen kollektivitás, vagyis hogy a kollektivitás és az egyénnek, vagy a kollektívumnak, a csoportnak és az egyénnek a konfrontáció is valahogy ebben benne van. És Péter már nagyon fészkelődik itt majd, hogy gyorsan át is adom ki ezt. Hogy ezt hogy látom? Te mit láttál ebben a levezés történetben? Azt gondoltad, hogy ez egy olyan, hogyha ezt a szöveg együttes közé teszed, akkor olyas valami derül ki, mert azért kiderül belőle valami, nem is kevés, ami azt hiszem, azt mondja, hogy itt csett mindegy, és azt mondja, hogy na igen, ez azért nagyon fontos. Az teljesen mindegy, hogy tulajdonképpen mi az én múltani intenció. Az intencióm az volt, hogy van egy ilyen mondat, amitől én mindig nagyon elszomorodom, amikor összeszámolják, hogy ez egy ilyen újkori történelmi szokás, hogy a zsidók között hány kommunista volt, és hogy képzeljük fordítva, és a kommunisták között hány zsidók. És engem mindig nagyon szórakoztat a felszínen, tehát valójában elég mély lakó is leszek tőle,
mert tulajdonképpen mindig érdekel, hogy mit, hogyan számolják, vagy hogy mi. És ugye ennek az érvében milyen kritériumok alapján hiszem, és ugye, ez ebben az érvrendszerben, ebben benne van ez a, empatikus magyarnak tűnő magyarázat, hogy hát az van, hogy hát ugye érthető, mert hát hiszen ebben a holokauszban olyan szörnyen bántak velük, és hát nyilván megsértődtek, és hát megsértődtek, hát kommunisták lettek. És hogy ez a szöveg ennek pont az ellenkezőjét teszi nagyon világosan, hogy az történt, hogy, nem sértődtek meg, hanem elegük lett ebből az egészből, ez tagadhatatlan, de nem voltak megsértődve, hogy nem akartak zsidók. Hanem az történt, hogy a kommunisták azok nem zsidók voltak, mint a Deutscher mondja, hogy akármi más, és hogy sokkal inkább azzal voltak elfoglalva, hogy a csokoládéval mi a helyzet, mintsem, hogy azzal, mint ez a regénnyel, meg a párt iránti hűség, mintsem, hogy azzal lettek volna elfoglalva, és szerintem ez a kettő összefügg, hogy mi volt a családjaikkal. És hogy valóban tekintetben ők is, de hát egy csomó ember hosszú évszeredekkel később rémülten rájött arra, hogy és már sejtem, már soha nem fogja megtudni, hogy a szülővel, a szülővel mi történt. És azért nem érdekelt őket, mert kaptak egy új világot. És én azért mondtam, hogy ez egy fontos forrás, arra nézős, hogy milyen buta és álságos érvesz, hogy a kommunisták és a zsidók között csinálnak egy ilyen kvázi egy ilyen vegyi, tehát mint a vonzások is vált egy ilyen kémiai kötést, míg ennek pont az ellenkezője áll, mert speciál egy csomó zsidó, az aztán mindenre váltott, csak pont a kommunistákra nem. Tehát, hogy mondjam, akik meg zsidók maradtak ennek ellenére, azok pont annyira vágytak, hogy mondjam, Sós Endrére, hogy nevesítsem, nem nagyon váltak rá, mint mondjuk, hát nem, tehát nem. És akárhogy is nézzük, mindig ezen szokták mondani, hogy a Rákosi, meg a Gerő, hát ők nem tekintették magukat zsidónak ez a helyzet. Tehát egyébként buzgón antiszemiták voltak ebből a szempontból, mert numerózóra azt akartak, mert minden. És ugye, mert tényleg nem az van, hogy az ember reggel benéz a tükörbe, és tudja magára, az egy nagyon bonyolult folyamat, ameddig te eljutsz aláig, hogy most tudod, hogy ha, akkor ez itt el most, amit én, tehát hogy ebben a léptemben benne van. És én szerintem erre nézést egy iszonyú vidám forrás az, hogy fejezem ki magam, vidám, azt tagazoltam, hogy mindig, amikor azt kell mondanom, hogy szomorú, meg rémes, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy vicces és ironikus. Jó, csak itt még utána a csokoládéra, és nem biztos, hogy mindenki tudja, ez ugye a Tarasov Rodionovnak egy kis regénye, aminek egyébként azt hiszem, hogy ez az első legális kiadás 1989-ben jelent meg előtt, és volt egy magyar nyelvű kiadás, ezt többé-kevés ismerték, de a korszakban azt mondja, hogy nem nagyon jelent meg. Ettől független egy nagyon jól ismert és nagyon hivatkozott, és az egész ilyen csokoládé effektus, ami az ön feladásról szól, illetve arról szól, hogy az egyéni érdek az alatta van a csoport érdekének, és hogy itt ugye van egy ilyen önfeláldozás történet, hogy engem ugyan igazságtalanul ítélnek el, de hogy a csoportnak vagy a közösségnek ettől jobb lesz, hogyha engem most itt kivégeznek. És a másik meg a Pavlik Morozov történet, ami szintén azt hiszem benne van a könyvben, ami ugyanez, ami megint ez egy családon belüli történet, hogy az apa feljelentéséről szól, és nagyon fontos benne az, hogy a családi kapocsnál ugye fontosabb a politikai teleológia, fontosabb a hit, az, hogy ez hogyan jelenik meg, és hogy akkor a közösség érdek, a politikai közösségnek felett áll ezek a családi érzelmek. Ez most csak azért mondtam el, hogy ez itt a szerelem, tehát hogy felülírja nagyon sok esetben az a közösségi érdek, vagy ez a kollektív individuumnak a cselekvési, hogy mondjam, ilyen akciórádiusz, ezek nem érthető meg egészen abból a mondjuk 2015-ös vagy 2016-os, hogy mit gondolunk a szerelemnek és a politikának a egymáshoz való viszonyára, szerintem ilyen szempontból is nagyon érdekes dokumentum együtt. De akkor menjünk tovább szerintem, és a tulajdonképpen a kötetnek, ahogy a terjedelmileg nézzük, most én nem számoltam meg, de mit tudom én, több mint a felét kitevő, mondjuk az a cím, hogy a zsidóság színrevitele és az 1935-ös és az 1950-es országos gyűlésnek a dokumentumait, illetve a szövegeit, illetve a nyelvezetét elemzi, és ezeket egészítik ki, most már a Péter is többször utalt erre különböző ügynök jelentésekkel. És hogy most abból indulok, hogy az alapvetően mondjuk friss a könyv, és nem nagyon sokan olvasták, most arra kérem a Viktóriát, hogy ilyen, hát csak ilyen, hogy mondjam, ilyen slágvortok, vagy nem tudom, hogy szoktak ilyen oda, ilyen szárkásítva esetek, el lehetne mondani azt, hogy
hogy mi volt ennek a... És akkor utána meg utána tudom beszélni, hogy hogyan vannak ezek a szövegek a 35-ös, az 50-es, illetve az ügynök jelentések egymás mellé téve, hogy mi volt ennek a tétje, akkor inkább csak így. Tehát maga ott történt, hogy mi volt a tétje. Hát azt mondom, hogy az minden... Tehát az általános ismert körülmény, hogy a dualizmus kori Magyarországon, amikor az állam szerette volna azt, hogy a zsidóság is hozzon létre egy olyan jól felépített, országosan központosított szervezetet, mint amilyen a többi egyháznak van, hogy az állam számára is világos legyen, ki az a tárgyaló partner, akivel mondjuk különböző felekezeti ügyeket meg lehet beszélni. Az ekkor erre a célra összeülő gyűlésnek az eredménye, illetve annak hozadéka az lett, hogy több szervezet jött létre. Létrejött az, amit neológiának szoktunk hívni, amit akkor kongresszusi zsidóságnak hívtak, és létrejött kisváltatva a liberális országgyűlés jóváhagyta azt, hogy aki nem kívánja alávetni magát azoknak a rendelkezéseknek, amit ez a kongresszus elfogadott, ez 68 végén, 69 elején zajlott, mint hogy 1868 végén, 69 elején, azok létrehozhattak egy saját szervezetet, és ez volt az ortodoxia. Majd még évtizedekkel később a status quo irányzatnak is létrejött egy országos szervezete. Azonban, és aztán kevésbé ismert körülmény, tehát miközben ezek a szervezeti különállásokat amúgy meglehetősen egyedülálló módon, tehát hogy ez másutt nem így történt, a magyar országgyűlés jóváhagyta, ugyanakkor, mint felekezetet csak egyet ismerte, tehát az 1895-ös recepciós törvény, ami a zsidós vallást is, vagy az izraelita felekezetet is a bevett vallásokkal egy szintre hozta, az csak egy izraelita felekezetről beszélt, és ez az ellentmondás, illetve tehát ez a rendezetlenség, ez nem csak 35-ben, majd 50-ben, hanem már a dualizmus kor végén, tehát az első világháború megelőző időszakban is vezetett oda, hogy volt egy ilyen belső szerveződés, hogy próbáljuk meg még egyszer. Hát, ha sikerülne, és volt is 11-ben egy kisebb becske országos gyűlés, ahol neológok, státuszkók és néhány ortodox közösség is képviseltette magát, de aztán az első világháború ezt elsodolta. És maradt ez a felemás helyzet, hogy szervezetének különállóan, de felekezetének mégis egy megtekintve. És aztán jött ez a 35-ös gyűlés, ami azonban csak egy neológ gyűlés volt, az ortodoxia kikérte magának, hogy bárki is bolygassa azt az állapotot, hogy nekik saját szervezetük van, amiben nem szólhatnak mások bele, és inkább a ekkor lezajló neológyűlés, illetve részben párhuzamosan lezajló ortodoxgyűlés csak erősítette ezt a különállást, vagy a különállásnak a szervezeti szabályait. És akkor így érkezünk el ez az 50-es dátumhoz, ami persze nem kihagyható, hogy köztel volt egy holokauszt, ami demográfiailag nagyon erősen átrendezte a magyarországi zsidóságot. Ugye miután Budapestről nem deportáltak volna, a többség neológ volt, vidékről annál inkább, így az arányok is nagyon megváltoztak, a status quo irányzat is részben, néhány közösségben újra szerveződött, de gyakorlatilag marginalizálódott demográfiailag annyira, hogy már fel sem merült tárgyaló partnerként ez a harmadik, soha nem is túl lépes irányzat. Tehát amikor a kommunisták bárkivel egyezkednek, az már csak a neológia és az ortodoxia országos képviselete. És hát itt 50 legelején megy végbe, de ez már csak a színrevitel része, egyesülésnek a hivatalos folyamata. Valójában ez már egy eldöntött kérdés, hát legkésőbb 48 végén egy eldöntött kérdés, ez így fog történni, amikor az állam a többi, tehát a keresztény felekezetek sorában a zsidósággal is megköti az úgynevezett egyezményt, ami az állam és az egyház elben szétválasztása, amúgy rátelepedésének az egyezménye volt, hogy ez már az iskolák állam, tehát a felekezeti iskolák államosítása után van, bár még előtt a hitoktatás, tehát akkor az hitoktatás megszüntetésének.
Én azt mindenképpen szeretném kiemelni, mert ez is egy kevésbé ismert körülmény talán, aminek a forrását nagy örömömre Péter hozza, hogy 40, tehát hogy amikor már az ortodoxia elkerülhetetlennek látja, hogy alávesse magát ennek a folyamatnak, ami mondom már két évvel korábban is teljesen világos, akkor 49 őszén vége felé több változatban is fönnmaradt ez, egy titkos, vagy mennyire titkos, ez számomra nem teljesen világos szövegez, tehát egy héber szövegezésű dokumentumot állítanak ki, és írnak alá ortodox rabbik arra nézést, hogy ezt kizárólag, amit tenni fognak, vagy hát amit már részben tettek is, mert már addigra hónapok óta zajlanak az előkészítő tárgyalások, ennek az egyesítésnek és az új létrejövő szervezetnek a formájáról, tehát hogy akkor ők egy, és ez nagyon mélyen a hagyományban gyökerező maga ennek a formulái is, meg ahogyan ők ezt kimondják, hogy ezt kizárólag erőszak hatása alatt teszik, és amint ez az erőszak elmúlik, akkor ezt vissza kell csinálni, és ez érvénytelenné válik. Azért mondom, hogy ez egy nagyon mély, nagyon régi, inkább úgy mondom, nagyon régi hagyományra megy vissza, mert hogy például a középkori Európában különböző üldözések időszakában, amikor valaki az által tudta az életét megmenteni, hogy a kitérést választotta, akkor is a rabbinikus elbírálásának a dolognak pontosan ez volt, hogyha ezt olyan erőszak hatás alatt tette, akkor az mintha semmi nem történt volna. Tehát ugyanazokkal a szavakkal, ugyanazokkal a formulákkal mondják ezt el. Tehát, hogy végül is alávetik magukat, elmennek, a vezetőjük elmondja, amit el kell mondania, de hát ezzel a háttérrel ennyi a történeti háttér. Jó, és a 35-ös és az 50-es gyűlt, tehát az magas színre vitel, hogy ahogyan a szövegek, tehát ahogy egymás mellé mondjuk, tulajdonképpen ez egy, azt mondjuk, jó értelmet montástechnika, ami ráadásul nem is teljesen kronológikus, mert közben ugrál egy picit az időben, vagy tehát visszalép néha, és hogy az, hogy mondjam, az, tehát mi lehet ennek a, vagy hogy ezt hogyan értelmezte ezt? Tehát, hogy ahogyan a 35-ös megjelenik, ahogyan... Igen. Tehát, hogy ahogyan a két hatalomhoz való viszonyulása nyilvánvalóan itt a 35-ös, mondom, ez egy neológ gyűlés volt, tehát a neológ közösségének képviselői vettek ebben részt. Felmondat csak így kívánkozik belőle, tehát, hogy az első, ahol ténylegesen összefog az ortodox és a neológia, az már szorosan a vészkorszak időszaka, tehát a zsidó törvények hatása, a gazdasági hatását kivédő, vagy valamelyest megpróbálunk kivédeni ezt egy ilyen segélyező szervezetben, 35-ben ez még elképzelhetetlen. Nyilvánvalóan, hogy amikor vagy én számomra nyilvánvalóan legalábbis azt gondolom, és ezt a forrás nagyon erősen ezt közvetíti, tehát hogy amikor ők ott 35-ben, ugye a miniszterelnöket Gömbösnek hívják, tárgyalnak és tapsolják, mint ahogy tapsolják 50-ben is a kormánynak a küldötteit, résztvevőjét, és egyáltalán a kormány jóságát az ügyben, hogy ilyen szépen és jó szándékulag igyekszik a zsidóság sorsát elrendezni. Ebben valószínűleg nincsen, ugyanannyira nincsen naivitás, ugyanannyira nincsen tudatlanság, ugyanannyira nincsen, mint ahogy 50-ben már nincsen, nem lehet. Tehát, hogy ennek az egymás mellé tétele is erősíti, azt gondolom, ezt a felismerésüket, hogy 35-ben sem lehetett ebben máshogy hinni, de 35-ben is kellett próbálkozni. Tehát egyetlen, ami nekem fontos volt, túl azon, hogy szerintem ez lehet így abszolút centrális így a könyvben, vagy én nem tudom, én úgy gondolom, hogy nem csak terjedelmi okokból, de a hangsúlyok szempontjából is a centrális történet, hogy az egyetlen olyan történet, ahol valahogy a háború előtti időszakkal és messzire visszamenőleg való kontinuitás valahogy explicit módon felmerül, és ugye megjelenik a forrásokban, és hogy mondjuk ez
némileg azzal az állítással, amit én a címben vélek felfedezni, tehát az ismeretlen nyelv főcím, rejlő állítással, ami én úgy olvastam a könyvet, hogy azért messze menően a diszkontinuitás felől vagy hangsúlyával nézi a háború utáni időszakot. Ez egy érdekes kontextus a magának az állításnak, hogy igazából a fő problematika, ami megjelenik társadalomtörténetileg is érdekes sajátos kontextusként, ez valójában egy kontinuós szövegszerkesztés és problémafelvetés. Hogyha valaki olyan kívülálló zsidó, mint én, vagy nem zsidó, vagy tök mindegy, akkor az egy nagyon, én nekem, ami neked a évtizedre a munkád, az egy őrületes tapasztalat, amikor beláttam, hogy valójában az ortodoxia tűnt el a világháborúban döntően, hogy ettől egy teljesen hamis kép van a fejemben a magyar történelemről, tehát nem a zsidó történelemről, hanem a magyar történelemről, mert hogy ez a Molnár Ferences, már jó zenész alatt képzelem, hogy a neoló zsidóról szólt ez a történelem, holott nem, mert hogy a vidéki Magyarország zsidó lakosságának a döntő többsége az ortodox volt, és ez egy életre tűnik ebből a történetből, és tagadhatatlanul ez egy nagyon erős motivációja volt Igen, ezt nem sejtettem valóban előre, hogy hogyan működik ez a dolog, az összezártságuk, a histernek, a gőgje. Tehát ez nagyon könnyű az ortodox zsidósággal a faluban mondját csinálni, és tudatlan embereket, akik ott csak havanolnak a falu szélén. Amiből ugye hozzávetőlegesen semmi nem igaz. Hozzávetőlegesen semmi. És van ennek egy, ajánlom a figyelmében, az a szövegnek és a térnek egy nagyon furcsa együttese, hogy amikor a kerepesi temetőt csináltak egy nemzeti sírkertet, egy idő után döntöttek, akkor egy 1874-ben a Salgótarjáni úti részt azt látották a zsidó felekezet. És az ugye azért nagyon érdekes korszak, mert hogy ott odáig, amikor a Grándus utcában és a Kozma utcában meg nem nyílt az ortodox és a neoló temető, odáig abban a temetőben együtt vannak a ortodoxok és a neoló. De. Megnyílik a Csörs utca. De Pesten. Átviszik. A ortodox hitközségben ott van az elszámolás, hogy mennyibe került a villamos költség. Hányan vitték el? Hát 20-as években nyílik meg a Gránatos út, addig átvolták a Csörs utcában. És minden, onnan szerinted minden ortodoxot átvitte? Na, hogy eltemetni? Igen. Nem tudom. Én nekem az én szakirodalom szomorú ismeretekben az van mondva, hogy ott az ortodoxok is nem volt nyugszanak. Nem tudom, nyilván jobban tudod, mint én, de... Egy darab idő. De nem, hát abban a korszakában, tehát ott van egy hét, tehát mondjuk a század végén, ott azért van 20 év, amikor együtt kezdnek ezek, nem? Na, ezt majd megbeszéljük egymás között, szóval ebből nekem ki kell falolnom, ezt be kell látnom. Ezt meg kivágni. Nem kell kivágni, nem, hát egyszerűen nem. Nem, hát nem tudok mit mondani, hát most jó. De nem csak azért mondom, mert is ott van egy, azért nagyon furcsa temető, jó, nagyon szerintem érdemes ellátogatni, mert egy nagyon... Melyikről? A Salgótarjáni útról beszélünk, ami tulajdonképpen nyitva is van, meg zárva is van, és csak azért mondom, azért nagyon furcsa dolog, hogy ott van például a Sándor Pál nevű, az asszimiláció egyik főhőse, a magyar zsidó asszimiláció főhőse, nem azonos a mi Sándor Pál nevű kommunista filozófus, tudom, csendesen mondanám, miniszter volt minden, és hogy őnek ott van ennek a temetőnek az elején az ő
az ő síremléke, csak épp a tetejéről az oroszlánt, ami egy, őnek egy oroszlán volt az ő emblémája, azt a 50-es évek végén ellopták. És ez nagyon jellegzetes ebben a, ebben a dologban. Tehát, hogy tulajdonképpen tehát mondjuk így, hogy ameddig nem lesz egy rend a magyar köztörténetben, nem tudom másképp mondani, vagy a nyilvános történelemben egy tudás arra nézvést, hogy mit jelent az ortodoxia eltüntetése a képből, odáig azt kell mondanom, hogy hamis képzet van a fejünkben a magyar történelemről, nem azért, mint hogy akarnánk, hanem mert számszakilag nem jön ki másképp. És ez egy állandóan visszatérő probléma, és hát van benne még egy dolog, amit te mondasz, hogy az ortodoxoknak nem az volt a nemzet. Tehát ez nagyon érdekes, hogy nem azt tekintették e világi szerződés alapjának, amit a neológok, tehát a nemzetállammal való megegyezés, de ez nem jelenti azt, hogy nem voltak magyarok. És hogy nem akartak magyarok. És ezt a dolgot én mindennél relevánsabbnak, izgalmasabbnak tartom, hogy nem pusztán a nagy zsidó asszimiláció van, amelyik elfogadja a nemzetállamnak a logikai normát, a kategorizációját, hanem hogy van egy teljesen másik, ha akarod ebben az értelemben valóban a zsidó történelembe bezárva élő felekezeti, de akarod territoriális világban élő, elzárólagban élő közösség, amelyik közben meg része volt a magyar társadalomnak, de mint hogy nem épült be a nagy társadalomba, ezért aztán ki lett hagyva. És ez tényleg, hogyha besétálnak az ortodox hitközségbe, azon felül a községháza finom szezessziós betűkkel félreérthetetlen utalván arra, hogy Magyarországon vagyunk, akkor körülbelül lehet látni, hogy ez milyen. Mennyire, tehát hogy ennyire hiányozni valamit, én nem nagyon nem láttam így hiányozni. Oké, csak még egy dolog ezzel nagyon is kezdetben, hogy ebben a színre vittem be téged, miért? Nem, hogy a Csősz utca most megzavart, mert... Csősz utcát mondjad, hogy lábjegyzet voltál megbeszélni. De ugye a 30-es és 50-es gyűjésben az egymás mellé való montázsról, azt mondta, hogy mi izgatott fel intellektuális, nem tudom másképp feltenni ezt a kérdést. Mert hogy én most nem tudom oda helyet, de szerintem sokkal izgalmasabb, te mondtad, hogy mi az intencikód. Jó, nem persze, nem csak bocsánat, csak ez a Csősz utca, mert akkor valami gyorsan átkerüljön, és ezt már tisztelt minket után, hogy a 35-ben is azok neológok, azok az emberek, azért mondtam a Sándor Pált, azok egyéb voltak a rendszerrel. Ez lehet, hogy nagyon hülyén hangzik, de ezek jobboldali lovagok voltak, nemesek voltak, bárók voltak, a felsőház tagjai voltak, a rendszer ott volt. És ott volt politikus kép, és a rendszerrel azonosak voltak. Ők voltak a rendszer. Wissen das Volk. Szóval azt gondolták, az kicsit pimasz, hogy azt gondolták, hogy ők a rendszer maga. És nagyon meg voltak hatva egyébként attól, hogy a gömbös meg a hóman, de olyan nagyon nem. Tehát valójában azt gondolták, hogy hát igen, hát ez körülbelül van, és innentől fogva csak egy gondolat kísérlet az életnek, az a része, hogy melyik mit gondolt arra, hogy mi lesz 15 év múlva. Hogy nálam. Hogy melyik, hogy mi lesz 15 év múlva. Azt nem lehetett én szerintem gondolni, hogy tehát engem nagyon, nagyon hosszú évek óta nagyon idegesít az egyenes irányú, amelyik azt mondja, hogy a holokauszt 1920-ban kezdődött, amikor nem, 1873-ban kezdődött, nem, 1873-ban nem, mondja Adrián Jagoltága, a Wagner-rel kezdődött, nem, nem a Wagner-rel kezdődött, hanem a középkorban kezdődött, és attól fogva a németek elhatározták, hogy akármi is lesz, hogy minden zsidót megadnak. Ez mellémunk fejlődik. És ez tényleg értelmetlen. Ők 35-ben ott ültek, és paramerei voltak egymásnak. Tehát azt képzelték, hogy ebből lesz majd valami józan megegyezés, mert hogy egyébként nem akkor és ott és egyszer kínálták fel a szolgálatok a nemzetnek, hanem ők azt gondolták, hogy ők ennek a nemzetnek a részei. És azt is mondták nekik, mert hogy egyébként a felsőházban ültek. És ebből semmi nem maradt.
És utána ezek az emberek, akik ezt túlélték, és ott egyébként, vagy nem mentek el, ez is nagyon fontosan, azok bejutnak egy másik terembe, amikor ennél még sokkal bonyolult. Tehát azért mondom, valóban tényleg úgy mondom, hogy ez egy két felvonásos drámának felelnek. Amikor az első felvonás az ebben az értelemben a színjáték volt, tehát nem hiszem, hanem egy közös színjáték. A második az szerintem sokkal durvább, mert hogy pontosan annak az embernek, ez egy ortodox Gyula nevű, itt valóban nem tudom magamat visszafogni. Tehát elég szörnyetegnek gondolom, hogy így fejezem ki magam. Tehát ritka jellemtelen, közepes képességű tudósról beszélünk talán így nagyon nagy hatalommal. De ennél sokkal durvábban is tudnám ezt fogozni, de ez értelmesen. Hogy az ortodox egy küldték oda. Tehát ez nem az ortodox múlott, ezen semmi nem múlott. Őt oda küldték, és ez be volt fejezve, és hogy akkor azon teljes abszolút normál kellett szembenézniük, hogy azok az emberek fejezik be az ő évtizedes civilizált viszonyukat, vagy vitát, akiknek mellékesen az életüket köszönhetik. Hát mert mégiscsak az a helyzet, hogy ha a szövet csapatok nem sétál be Magyarországra, akkor ők ott végzik valahol a többiért. És ez nem egy könnyű belátás, ennél semmi rosszabb. Tehát a második része az meg már tényleg egy dráma, egy igazi, brutális, elviselhetetlen dráma, ahol ők tényleg azt kell mondanom, mint egy Shakespeare előtti angol színdarabban egyéb a szombattartásért küzdenek. Tehát összeszorított szájjal, és azt mondják, mindegy, ki bírja, csak, és persze a szemükbe az úrnak, mert azt mondja, hogy és aztán beszesen. Hát mert nem lehet a szombattartást nem lehet letartani, mert akkor a társadalom nem tud működni, mert hogy néz ki, hogy a zsidókot nem föláll flangálva, míg a többiek dolgoznak. És ez, én szerintem ez egy iszonyú, tagadhatatlan, azt gondolom, hogy ez egy két felvonásos, nagyon furcsa színű, nagyon sok regiszterben. És ugye még ezt hozzáteszünk azt, hogyha a színmű ezt az egész metaforikát fel akarod vinni, hogy közben az ügynök jelentése pedig a függöny mögötti. Tehát az, hogy mit beszélnek arról, amit egyébként az előbb már megbeszéltek, azt is még ugye meg tudjuk ezekből a jelentésekből. Tehát ez mondjuk tényleg azt a szót teszed, hogy vicces, inkább azt mondom, hogy ez a vérfagyasztó részben. Hát szerintem ez nagyon, én nagyon sokáig beszélgetek erről szívesen, csak egy picit tovább lépünk, mert az időn elszaladt, és hogy még van két szerintem nagyon fontos rész, az egyik ez a Sánta Kálmános történet, mert többen szerintem rá is kérdeztek, hogy egyetem ki volt Sánta Kálmán, most az annára nézek, hogy volna elkedvezni néhány mondatban esetleg, csak két-három mondatban néhány, csak Wikipedia. Sánta Kálmán egy nagyon fontos neurológus volt, ideggyógyász, ahogy akkoriban mondták ezt, de decemberben működött tulajdonképpen ő már a 30-as évek vége felé, azt hiszem a karrierje csúcsán volt, tehát ő egy nagyon elismert tudós volt, és a háború utáni időkben, ahogy ebből a tanulmányból is megtudjuk, vagy hát ebből a szövegből megtudjuk, messze menően egy új politikai berendezkedés kiépítése mellett volt elköteleződve, és ilyen formán tagja volt egyébként az úgynevezett Magyar Tudományos Tanácsnak is, és a legfőbb, ami egyike volt, a legfőbb tudományos, tehát a központosított, kommunisták által központosított tudományszervező intézmények egyik legfőbbike volt. Egyébként 45-ben az ideiglenes nemzeti gyűlésnek is tagja volt, tehát egyszerre voltak ilyen politikai funkciói ebben a koalíciós időkben, és tudománypolitikai funkciói, és mindemellett, mint szakember, egy szakmát reprezentáló autoritás volt. És lényegében ez a szöveg, ami ezt tulajdonképpen őt, mint szakmai autoritást és mint a tudomány felé egy életpálya során elkötelezett és a tudomány kultúrájának, úgymond a burzsóa tudományosság kultúrájának elkötelezett ember kudarcát mutatja be, mint aki tulajdonképpen nem képes adaptálódni
ahhoz a fajta sztálinista típusú pártállami politikai kultúrához, ami már az ő úgymond ilyen koncepciós perében, ami a Tudományos Akadémián lett, tehát egy szakmai típusú koncepciós perében lezajlik, és ebben nyilvánul meg, hogy tulajdonképpen ő nem tud, nem kompatibilis az újfajta pszichiátriai olvasatokkal és nézőpontokkal, amik természetesen ideológiai szempontból írták át a pszichiátriával szemben támasztott követelményeket. És ennek állatornosíva az egész tahanomizmus, illetve a tahanomista mozgalomnak a megítélése volt. Most most mindenki az fordulok igazából, nem tudom kinek tegyen fel a kérdést, hogy talán egyébként szerintem az arányok leginkább itt, tehát itt van a legkevesebb dokumentum, tehát a legkevesebb, kevésbé látható az a törekvés, ami a dövővel, itt van ezért egy elég erős értelmezés szerintem benne, de azért vannak benne persze itt is levelek, meg különböző dokumentumok, de itt az egész ilyen magyar tudományos tájékoztató, vagy elég bonyolult dolgokról már vitatkoztunk, de ez most nem mindegy, szerintem ez most nem annyira lényeges, de hogy itt én azt nem értem ebben a történetben, és ezt tulajdonképpen mondom megint mindannyiunkhoz, intézem ezt a kérdést, hogy nekem ez kilóg picit ebből a könyvből, mert hogy ez pont a kontrollcsoportja, vagy hogy mondják ezt ezeknek az egész, hogyan működik a politikai nyelvnek a színrevitele, vagy a hatalom színrevitele a nyelven keresztül, illetve van egy ember, akinek van egy elképzelés arra, mi az, hogy tudományos racionalitás, és hogy nem enged. Ennek mindazzal együtt, hogy tagja volt az Új Elitnek 1945 után, és a Magyar Tudományos Tanács iratanyagában egyébként többször is néztem ezeket az iratokat, és hogy ott benne van, hogy egyébként tulajdonképpen támogatta a kommunisták, nem ez volt az ő problémája, hogy ő nem értett egyet velük, hanem azt nem értette meg, hogy mondjuk itt a stahanovizmus, azért mondjuk az állatorvosi ló, mert ezen sok mindent be lehet bizonyítani, mondjuk a visz fénye ennek az egész ilyen hatalomszínrevitele problémájának, de mindezzel együtt is egy kicsit nekem kilóg a könyvből ez a rész. De nem biztos, hogy hát tulajdonképpen valahogy a rendszer lényegét nem értette meg, ez van a fejére olvasva. Pusztán egy fogalmi, látszólag csak egy fogalmi kérdés, tehát ilyen módon tulajdonképpen nyelvben megjelenő kérdés kapcsán. Ugye egész konkrétan azzal kapcsolatban, hogy okozhat-e azt a stahanovizmus idegösszeroppanást, vagy olyan jellegű mentális károsodást, ami... És ő a maga érrendszerével is egyébként meglepően naív módon a saját 12 éves szakmai tapasztalatára hivatkozik, ami már önmagában ugye megint visszatér egy tagadni kívánt világgal való kontinuitáshoz, tehát érdekes módon ugye szövegszerűen arra hivatkozik, hogy az ő szakmai tapasztalata. Tehát ilyen formán mindezek a tudományos ismeretek érvényét vesztik, mert azt a váltást nem látja be, ami tulajdonképpen a termelőeszközök kollektivizálásával és a munka kollektivist eltoszával egy új típusú ember ideáját viszi színre, vagy teszi lehetővé, amelynek nem lehet részese olyan jellegű individualista ártalom, vagy feszültségnek való kitettség, amit feltételez egy pszichoanalitikus, tehát háború előtti típusú tudományos gondolkodás logikája szerint, hanem ehelyett ugye a munka által létrehozott új ember ideálja vészel, vagy ezt való, tehát azt, hogy nem érti meg ennek a jelentőségét, hogy egy új világ már másképp kell értelmezni tulajdonképpen a munka és az ember közti viszonyt. Ez jön át, azt hiszem, az esetből. De azért meg akarom megvédeni magamat, hogy van visszatérő, ez egy visszatérő probléma az övé, hogy ki hogyan érti meg, hogy mit fognak tőlük elvárni, ezért volt ez az őszinte, vagy a belső meggyőződés
és annak a látszata, hogy ő neki van egy belső meggyőződése, és egy ideig szerintem talán tovább is, mint ő akarnak már csinálja, és egyébként aztán elmondja az egészet, mert van egy belső meggyőződése. És azért e tekintetben ő nem egy magányos farkas ebben, és most tényleg mondom regényben, mert tele van szerintem ilyen helyes kis pozitív hősökkel. Tehát ott van igyekeztem olyan embereket találni benne, tehát ott van például ez a Heskovics nevű rabbi, aki aztán elmegy Izraelbe, és akinek ott van egy búcsúbeszéde egyébként a Dohány utcai templomban, ami egyébként per definíció nem arról szól, hogy ő neki az a meggyőződés, hogy ő zsidó, és ebben az országban, majd most nem lehet zsidó. Mikor? Hát ez 49-en. És hogy ők azt mondta, egy évre azért, hogy ő beült egyébként. És hogy utána elmegy. És hogy Izraelben egyébként nem egy jelentős karriert futott be. Ő Tel Avivban volt a város kulturális tanácsosa. És amennyiben ezt meg lehetett élni, ő közben ennek az egész dolognak, hogy mit jelent a 20. században 45 után zsidónak lenni, erre nagyon erősen reagált egyébként. És mégis azt gondolom, hogy az például tehát elég sok köze van a fejemben az ő történetének, hogy a Berg nevű ortodox rabbi, aki ugye részt vesz egy aszódi rabbi, akinek mindenki meghal a hitközségében. És akkor eljátsza ezt a dolgot a cionistákkal, tehát a Stöcklernek egy ilyen színrevételi perben, és ő is remézzelve. És azt gondolom, hogy és nem nagyon akartam belemenni ebbe a Scheiber történetbe, mert az tényleg messze volt a vannál, hogy azt megmerjen piszkálni, hogy a Scheibernek milyen szerepe volt. De tulajdonképpen azt gondolom, Zsolt, hogy van egy, tehát hogy a, és azt gondolom, hogy egyébként a Lux is ebben a csoportban van, hogy nem nagyon kedvelem én ezt a dolgot, amikor mindenből ellenállást csinálnak egy rendszer ellen. Tehát hogy olyan könnyű mindenre azt mondani, hogy ellenállás volt, tényleg mindenre. Egy képre, egy zeneműre, egy ritmusra, egy kiállításra, egy félmondatra, vagy bármi. Nem tudom, hogy... De azt gondolom, hogy van ebben mégiscsak egy ilyen... Nem tudok más mondani, mint egy ilyen... Tehát benne van ennek a jó embereknek a... Csak az a helyzet, hogy máshol érezték. Ennyi az egész. Hogy azt gondolom, hogy ezenek az embereknek egy... És tehát egyik sem volt boldog Izraelben az helyzet. Tehát nem igaz, hogy ők ottan... Vagy a Kahán Fram, aki szintén... aki az ortodox hitközség elnöke volt, és ezt végezett, és másnap távozott, és volt egy nagyon furcsa telefonbeszélgetésem egyszer a lányával, aki nagyon jól megmondta nekem, hogy mit gondol. Tehát azt mondta, hogy ha már nem tudom magyarul beszélni, másrészt is, ha akarok az operai fényképet, akkor menjek át, megmondja a címet, és akkor odaadja. De mondtam, hogy én Budapesten megyek, hogy jöjjön New York, mondta, hogy szarogta a telefon. Szóval, hogy tehát nem mondjam, tehát abban megint, tehát igazi, azt mondja, hogy én senki, a nevén. Hogy senki nem hívott föl minket, az apám halála óta, nem, mert a Baskin fölhívta egyébként, ez nem így van, de minden. De hogy azt gondolom, hogy ami a Sántával történt, tehát ami utána történt, az ez egy nagyon nagy dolog, hogy mibe halta meg. Tehát amennyire nem a fiatal halt, mert nagyon sokféle betegség lehet hirtelen. Tehát mégiscsak azt lehet gondolni, hogy ő egy pszichoszomatikus. Tehát, hogy egyszerűen nem bírta ezt tovább. Ez volt a Debreceni Balassodalmatra, ahol egyébként a kollégái őrült rendesen összedobtak neki egy műtőt, de nem ment ez már neki. És egyszerűen az gondolom, hogy vannak benne ilyen történetek. Vagy a Luxnak a története, szabad, nincs a hogy a Lux, akiről én tényleg azt gondolom, hogy ennek a könyvnek az egyik legszebb nyelvű elménye, a Lux egyszer rábírták, ő nem volt egy védett ember, mert nem végzett egyetemet, és
numerus clausus, mi a pont, és a kárpitos volt, és azt gondolom nem nyilvánította meg az államvédelmi, vagy ennek a különböző államrendőrségnek a alkalmazottait, hogy egyébként ő neki fantasztikus barátai vannak, és nagyon jó humora van, tehát ezért nem illik ővel kikezdeni, tehát ez nem látna. És hát ezért egy kicsit sarokba szorították, és akkor mondták, hogy mi lenne a versenyben. És akkor ő egyszer, talán egyetlen egyszer írt egy levelet, az megvan, ma semmit nem írt, majd gyorsan megmondta a barátainak egyébként, hogy ez van, akik meg azt mondták, hogy jó, hát van ilyen, mondta. És akkor ott van annak az embernek a levele, aki aztán 10 évvel később elbocsátja őt ebből, és panaszkodik, hogy ez nem akkor jó versenyben. Ez egy pénzt kér egyrészt, másrészt meg nem visz az egész. Hát miféle ember az ilyen? És én ezt tényleg nagyon, bocsánat, amikor ezt megtaláltam ott az ABC-ben, akkor olyan fényes jókezem kerekedett, hogy szinte ott azokat elismert az életet, hogy mindenki ilyen tapintatos, mint hogyha egy ilyen kegyeleti múzeumban lenne. Tehát és nem értették, mert én egyszerűen fölpattantam, és az örömtől nem láttam, és mondtam. Mert hogy tényleg, szóval itt talán, csak ez mindennek, tehát nem csak a szének a... Ez nagyon jó. Tehát, hogy nem csak a luxatra vezélni, hanem a besúgó kirúgása is egyébként. Hát itt milyen ország az, ahol egy államvédelmi hatóság embere panaszkodik, hogy el kell bocsátani, mert nem dolgozik. Hát nem hisz a rendszerben. És hogy csak úgy, kényszerből sem akar. És arról is azt gondolom, hogy a lux nem, tehát nem csak nem tudom milyen író lenne, vagy remélem, hogy majd azért a korszak van, és akkor önök egész éveket fognak például, hogy Lux László, ez nem csak. De az, hogy hirtelen, ettől a dolgoktól hirtelen meg lett a története. Érted, ha lett egy történet, ezért nem vízből mondom ezt a regényt. Egyébként, bocsánat, erre van még egy érdekes. Hosszú évekkel ezelőtt, amikor a Szőnyeinek megjelent a két zseniális kötete, a titkos írás, én a Szőnyei rémületére egyébként írtam a jelenkorban egy hosszú recenziót, amelyben egy nagy magyar regényként méltattam ezt a kétszázas művet, amelyik a szocializmus legnagyszerűbb, és úgy is, mint a Balzac, hogy benne van, és erre azt mondom, hogy egy ilyen őrült, bonyolult összefüggés rendszerben, vagy mint a Proustban, benne van, hogy ki kivel, hol, hogyan, meddig, nem, tényleg ezt gondolom, és 40 éven át ott vonulnak a besugók, a áldozatok, és én nem tudom, mit szívnak szép irodalomnak, Zsolt, de én nem vagyok szép író, de ha ez nem regény, akkor semmi, ezt azért így magam durván a végül. Jó, egy mondatot még csak én gondolom, hogy ki a pedagógus, hogy Lux Lászlóról, hogy volt egy nagyon érdekes társaság, ami törzsnek nevezte magát, és ebben a Lux László volt tulajdonképpen mindaddig, amíg a Péter őt egy ilyen régész, és ugye múzeumon kiállítja ezeket a szövegeket, tehát ő talán az egy legkevésbé ismert vagy méltatott figurája ennek, persze én különböző történetek szóltak róla, de hogy mondjuk eltakarta őt mindig Bálint Endre, vagy pedig Mérei Ferenc, tehát ők voltak azok, akik általában ki szoktak emelni ebből a társaságból, mindazzal együtt egyébként, hogy az a legendárium, ami hát most még így a családból is, meg mindenhonnan az elő lehet szedegetni, mindig elmondják, hogy a Lux László volt azért az, aki a Bálintnak egyébként ilyen gyerekkori ilyen haverja volt, meg együtt jártak mindig NTK meccsekre, és akkor a Bálint lerajzolta, a Lux meg megírta ennek a történetét, és hogy ez a törzs, ez amikor összegyűltek, akkor ilyen úgynevezett rendezvényirodalmi szövegeket írtak, mert ezek mindenki nagyon adott arra, hogy ők azért mégiscsak avantgardisták voltak, és hogy a munkakörnek, meg a szocialista diákokból jöttek, és hogy itt volt azért annak ellenére, hogy ő kárpitos volt valójában formálisan, tehát mégiscsak újságíróként funkcionált mondjuk 45 után, és a Justus Pálnak az égisze alatt, hogy most így a beszélgetés névadójáról is ejtsünk egy mondatot, tehát hogy az ő égisz alatt a szociáldemokrata kultúrfronton dolgozott, és aztán később is újságíróként folytatta az életét, és hát ilyen szempontból volt egy nagyon komolyan értelmiségi öntudatuk, tehát hogy beszélték a 30-as évektől tulajdonképpen ismerték a marxizmust, tehát ez egy egyáltalán egy 45 után induló történet, hanem ez egy jóval korábban induló történet. Ugyanakkor is azért ennek az egész ilyen színrevitelnek ez nem a sorolítható azért a Sánta Kálmán ügyéhez, mert ez más, mert itt arról van szó, hogy ők végig ilyen insider-outsiderek, mondjuk a Méreit meg a Justus leszámítva, de most inkább hagynák tárgyaljuk. Igen, de hogy ők tényleg belül vannak és egyszerre kívül állnak,
Tehát pontosan tudják, hogy hogy működik a nyelvezet, értik a rendszernek a működésmódját, és ezt a Lux Lászlónak itt a kötetben is közölt szövegei, amelyek nagyon sok személyes történetet is kiemelnek, és hát tulajdonképpen ez, nem tudom eldönteni mindig, hogy ez a szerintem sokszor paródia, néha ilyen travestia jellegű, és nagyon sok szatíra van, és hogyha itt szerintem lehetne egyébként ilyen párhuzamokat keresni hozzá, hogyha valaki esetleg a nagyváradi születésű Bajor Andort ismeri, és a Bajor Andornak a, tehát egy erdélyi író, nem annyira ismert szerintem Pesten, de van egy zseniális 1955 körül megjelent szövegcím, hogy Kerek Perec, és a Kerek Perecben ugyanilyen, vagy ez nagyon hasonló, tehát, hogy, de azt kiadták, ezt meg nem adták ki, tehát ez tulajdonképpen idegen, amik szavizdatban marad, de hogy nagyon érdekesen fordítják, hogy ugye van ennek az egész ilyen kommunista nyelvezetnek egy nagyon erős stílusa, tehát az, ami ez a, hogy mondjam, ez a kicsit ilyen lemutított, ilyen száraz, ilyen, tehát amit ugye Gyekicki, aki foglalkozott ennek az ilyen, hogy mondjam, a lexikográfiával azt mondta, hogy néhány száz szót permutálnak ugye állandóan, és hogy ezeket a szavakat, hogyha ugye áthelyezi egy teljesen másik kontextusban, ami sokszor egyébként nagyon szexista, meg nagyon szabados, meg nagyon tudom én, pajzán, és nem tudom, mit lehetne még hozzátenni, akkor ezek a szavak ugye egész másképp kezdenek el élni. Tehát ez, amit a, egyébként ahol most visszakadjuk, ez a Dölőz Gatteri, azért mondtam, nem nagyon tetszett neked, de hogy amikor azt mondja, hogy a kafanik, ez a kiszárított németje, hogy ez is egy ilyen kiszárított nyelv, amit elkezdett, azért mondja, hogy travestia, mert ráülteti ezeket a szavakat teljesen más kontextusokra, és hát tényleg nagyon viccesek lesznek a szövegek, és szerintem ilyen, szerintem nyugodtan rokonítható mondjuk Bajor Andorral, de ezt majd egyszer még ki kell dolgozni részletesebben. Hogy ehhez is, ha nincs, akkor, ne, akkor szerintem olyan sokat kérünk, hogy illető megadni a közönségnek is a szót, és hogy bármilyen kérdés, vagy bármelyik témával kapcsolatban, vagy a könyvvel, vagy olyasmi, ami nem hangzott el, de esetleg érdekes lehet, szóval minden tartozódás. Nekem csak egy ilyen családi kérdésem és két megjegyzésem van. A Rád Zoltán neve fölbukkan ezekben a szövegekben? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Néphadsereg főrabbia, akkor így van. Nem tudunk róla, de nem emlékszem. A megjegyzés az az, hogy az ahhoz kapcsolódik, amit mondtál, az, hogy a diákok, ha jól értem, arra ítette, nem köteleződtük arra, hogy szombaton menjenek iskolába, azt hiszem, ez volt ennek az állam és egyház közti megegyezésnek a lége. Itt már a felnőttek szombati munkavégzése, amit itt, az már egy lejátszott történet az iskolák államosításokon, és persze ott se szóval tartozott utani. Tehát 48 gyarán, amikor tárgyalják az államosítást, akkor ígérnek sok mindent, ami nem úgy lesz. Illetve van az, hogyha a hitkos igazolja a család szombattartó, akkor de az iskolába járó gyereknek csak megfér 20%-a, és ez ugye pont a egy az egybe államosító zsidó iskoláknál. Hát. Szóval valószínűleg több szeretett volna az egykori Kazinczy utca iskola diákjai közül, mint 20% nem járni szombaton iskolába. Tehát, de itt már nem erről van szó, itt már mégis a szombattartó szövetkezetek kell, kicsi számban, de megoldódik. Tehát a szombati felnőtteknek a szombati munkavégzése. Erre akarok egy analógiát mondani, mert akkor az is el lett az állam által fogadva, hogy deklaráltan, hogy nem templomban, tehát otthon is szabad a Tórát tanulmányozni, vagy a Talmudot, vagy bármilyen szentszövegeket. És amikor annak idején mások együtt engem is beírtak a rendőrségen 86-ban, akkor kifejezetten ennek az ellenkezőjét hazudták. Szóval megdöbbentő volt, hogy ezt még akkor is így fönntartották. Na most, ami a Seybert illeti, az ő ellenállását, még nem olvastam könyvét, tehát nem tudom, hogy erről van-e szó, arról én csak két dolgot akarok mondani, amit tudok, hogy a rendszert ez nagyon zavarta. Most abban egy és egy, amiről nem tudtak, ezt a Landesmann-tól tudom. Szóval ami nagyon zavarta a belügyet, az az volt, hogy a Seyber, mint ilyen házasság közvetítő is működött. És a másik, amit én a Landesmann-Györgytől hallottam, ez ma nevetséges, de akkor már nem volt az, hogy amikor az évkönyvet évente kiadták, akkor egy csomó dolgot az állami és egyházügyi hivatal kivett
ezekből a szövegből, és aztán azt utólag a sejtben mégis betette. Bízott benne, és igazolt, hogy őket ez már abszolút nem fogja érdekelni. Ez ma nevetséges, de akkor szerintem nem volt. Én tényleg azt gondolom, hogy az nem az én, nem az én kompetenciám, mert ott benne kell élni a zsidó kultúrás közelében. Szerintem a Seibernek az élet története és a technikája, hogy a hatalommal működött, az biztosan mondom, hogy megír egy könyvet. És biztosan mondom, hogy egy olyan embernek tanácsosabb megírnia, akinek mégis vannak vannak személyes emlékei, vagy viszonylása az egészhez. Ő egy, tényleg egy, hát egy karizmatikus pasas volt, nincs mit csinálni. Ezen a pasasra egy elnézést kérek, az ember nem mond ilyet egy rabbira, tehát ez lehetően rabbira válogatja, hogy, és egy elképesztő képessége volt, hogy hát egy szerepel a könyvben egy csomó szempontból, hogy úgy kellett az életét élnie, hogy föntartsa az árfolyamát, hogy ne nagyon merjenek hozzányúlni, ami azt jelentette, hogy folyamatosan, állandó jelleggel, hogy utazhasson a leggel, hogy működhessen, hogy nem nagy könyveket kellett írnia, hanem folyamatosan cikkeket kellett publikálnia, hogy állandó jelleggel lássák ezek a helyes kommunisták, hogy ennek már megint hány cikke jön meg Amerikában. És semmi értelmét nem látom annak, hogy olyan, hogy látnánk, hogy a cikkeket szétvárni itt arra. Ez egy tényleg egy nagyon-nagyon furcsa dolog, és akkor van egy még egy tagadhatatlan. Tehát amikor a Joint-ot bezárták, akkor egyszerűen az amerikaiak pénzt kellett, hogy adjanak szegény magyar zsidóknak. Ez nem egy ironikus mondat, mert voltak szegény magyar zsidók, és ezt egy szürke zónában adták oda. Nincs ez nem maszkolni. Egy nem jogállamban betűl. És hogy ezt a, tehát hogy a zsarolhatóságnak ez a helyzete, mert ez mégiscsak egy zsarolható helyzet volt, ez egy, tehát én annál bonyolultabb életet, vagy annál őrületesen, nincs ennek, nem egy hős élet volt, egy hihetetlenül hű és őrületes raffinériával és bölcsen leélt élet, mint láttam. Kérdés, kommentár. Egyetlen dolgot erről, hogy mennyire, tehát ez a nyelvben való bezártság, hogy láttam egy dokumentumfilmet, ami annak a jemeni zsidó öregembernek az életéről szól, aki felakasztotta az Eichmannt. Ez egy végtelen szerint jemeni zsidó öregember, sakter lett belőle, tehát állatok ölésével tölti az idejét, de mérhetetlen. És azt mondja végig, hogy mind a négy őr, tehát hogy egy jemeni zsidó volt, azt se tudták ki. Életükben, hanem azt sem tudták, hogy mi Európa köztünk szóval. Az egészet nem értették, hogy mit kell ilyen valami idegesnek lenni. És hogy igen, mindig ki kellett vele menni a WC-re. Ilyen nagyon szerint csendes öregember. És akkor azt látja, hogy fog egy kecskét megnyúzza, jönnek. Tehát kicsit durva a film. De hogy egy méretetlenül szerint ember, és állandóan azt mondja, hogy igen, mert azt mondták, hogy nem lehetnek erről azok megölni. De én nem akartam megölni. Nekem semmi bajom nem volt vele. Én nem, tulajdonképpen az, hogy ott ülnek egy ilyen nem létező, pár éves, 2000-es mindegy, egy iszonyú szegény, beláthatatlanul szegény zsidók üldögélnek egy ilyen, köszönöm, elég koszos, kóser, hentes oldalában egy parkolóban, és szörözgetnek, és erről beszélnek. Meg hogy meghal a gyerek, az egy nagy baj, ott meghal a rákban, és akkor szomorkodnak. De hogy, és akkor így mondja nekik, hogy igen, ez egy nagy közember volt ez egy. És a többiek így mondják, hogy hú, hát minden történik ezen a világon. És ez engem, és köszönöm szépen, rettenetesen foglalkoztat, mert ez a vízé, tehát hogy amikor kívül vagy egy világon, vagy egy nyelven, az összes
az összes határán, akkor, tehát hogy nem, tehát hogy mennyire brutálisan igaz az a az a Wittgenstein, az a határai, a világon határai, hogy látsz egy hát innen, tehát egy bácsit, igen, egy viszont, aki egy teljesen ártatlan mondja, hogy igen, ki kellett volna mennem mindig, mert nagyon lelkemre kötött, én nem mindig kimentem. És akkor nézted, hogy a kakállal néztem, igen, és akkor, hogy büdös úr, én éreztem, hogy büdös. Szóval, és hogy mi van? Ezt az egész egyáltalán nem tudsz mit csinálni, mert azért ez már tényleg. És akkor ez az egész dolog, hogy az ül négy ember a történelem alatt, minden alatt föl, és akkor időnként, és akkor csak eszembe jutott ez a dolog, hogy tulajdonképpen, hogy hogyan, meddig érez le. Tehát, amit maga mondott, hogy ezek az emberek ide bejöttek, és elkezdtek egy doktrinát leverni egy országon, ami vagy értette, vagy nem. Hogy, de érted, hogy miért mondom ezt, hogy ez egy annyira, szerintem egy annyira, és tényleg a történet, nem mondom, hogy egy történet, hanem hogy mit jelent, hogy a nyelv és az uralom között, tehát a hatalom között, hogy nem politikai hatalomról van szó, hanem hogy mindent kisajátítani, és akkor hirtelen valaki jön, egy világba ígér egy öreg ember, és őriz valakit, akiről nem tudja, hogy mondja. És azt szerintem egészen példátlanul kihozanító erejű történet, hogy és akkor mondja, igen, hát, hogy érezhet, hogy hogyan szelled, igen, és igen, ez minden, és hogy ezen egyszerűen jövünk a Anna Arendt-en az egészen, és hogy mi van? Mikor készült? Azt hiszem 2000. És egy bácsi. Utolsó lehetőség. De hogyha nincs tovább kérdés, akkor megköszönöm nagyon a beszélgetést. Önök is köszönöm, hogy eljöttek, és akkor ez volt az évad utolsó Justus beszélgetése. Köszönöm szépen!